Micsoda! Tudják tetézni! Üdvözlök mindenkit, szevasztok! Én Dezső Benszeg, és elkezdtünk a legújabb videóhoz. Itt van velem Markó, Rebeka. Sziasztok! És ebben a videóban sort ejtünk a legutolsó titkos sorozatra. Yeah, yeah. Készen állsz egyáltalán? Készen lehet erre bármikor is állni? Annyira nem egyébként. Tényleg kiraktam sztoriban, hogy küldjetek, és azt írtam, hogy neki mélyetek, úgyhogy most kicsit erősebbekre számítunk, meglátjuk, hogy mi lesz a végén. A múltkoriaknál még erősebbre? Hát én szerintem lehet azokat még tetézni. Viszont még mielőtt tovább haladnánk, engedjétek meg, hogy megköszönjem a mai videó szponzorának, a Headball 2-nek. A Headball 2 egy olyan telefonos játék, amit App Store-ból és PlayerWatch-ból is le tudtok tölteni. Viszont a játék élményen felül megspékelték az egészet, és különböző eventek vannak, amin különböző nyereményeket tudsz nyerni, most például egy iPhone 13 Pro-t. Mindenkinek van esélye, ugyanis fair play az egész, a lényeg annyi, hogy 2 tier van, te, hogyha kezdő vagy, akkor csak kezdőkkel dobhat téged össze, ha meg profi játékos vagy, csak profikkal. Így mindenkinek van esélye. Megmutatjuk nektek, hogy működik ez gyakorlatban, ott lesz a link a leírásban, és köszönöm nekik, hogy támogatták ezt a videót. A lényeg annyi, hogy látjátok, alul lehet rugni, lehet ugrálni, felfele rugni, illetve különböző skillek is vannak, és hát az a lényeg ugye, hogy gold kell... Na, Rebeka, most elkezdtem magyarázni a dolgokat, most légy szíves! Megérjen magyarázni a dolgokat! Ez mi? Várjál már! Hát ez mi? Gól! Arra, hogy hoppáré! Hát ennyi, hogyha vannak skillek, lehet őket használni, és így kezdődik. Az mi? Az mi? Kezdünk már! Ne! Azt hittem, hogy beborítod, de láttam volna. Ez! Így kell, láttad? Ne! Igaz. Az a baj, hogy túl sok fele kell figyeljek. Átnéztem a tiédre. Azaz, jöjjünk visszafele. Egy csak mehet neked is, nem? Na jó, de ti... nyilván Rebeka elcsata az egészet, de láttátok szerintem, hogy ez hogy néz ki gyakorlatban. Ott lesz a link a leírásban. Köszönöm a Headball 2-nek a támogatást. Nyerjétek meg az iPhone 13 Pro-t. És hát találkozunk, így visszadobjuk magunkat a jelenlegi Dezső Bence és Markó Rebekára, folytassuk a videót. Az a kérdés, hogy mennyire akarunk durvát beolvasni, mert most vannak durvák. Mond. Olvassam fel, reagálsz rá, és maximum kisipoljuk, tehát legalább a reakció legyen meg. Hölgy írja nekünk. Igen. De nem. Bosszúból ki az exem haverjának az asztal alatt, miközben ők az asztal körül ülve beszélgettek. Micsoda! Tudják tetézni! Ezt emészgessük már egy kicsit. Ez most bevágjam? Vagy ez legyen meg? Meg érted? Tehát ezt kicsik is nézik, ezt nem vághatom be. Azt a... Várom, hogy ez, mondj valamit. Riszki. Ki csinál ilyet? Utolsó rész. Itt már lehet szerintem ítélkezni. Ki csinál ilyet? Hogy mered ezt megcsinálni egyáltalán? Egyszer elloptam a tanárom kabátját, órákon át kereste, miközben rajtam volt. Micsoda? Nem vette észre, hogy rajtad van a kabátja, attól, hogy milyen kabát volt, mert arra is gondolok, hogy lehetett olyan kabát, ami neki is lehet. Vagy érted? Elveszel a részletekbe, olyan helyen próbált keresni, ahol szerinted ilyen fura helyeken, ahol jaj, biztos, hogy ott van, az evidens helyeken nem keresed? Mint az egyik diákodon? Igen. Ugyan miért már, lopod el? Ugyan a... már. Miért lopod el a kabátját a tanárodnak? Hát benne is haragudjál meg, miért ne? Jó. Gangster, Dark Life, most mindent bevallom. És ilyen diák voltál? Nem, dehogy is. Dehogy nem, fogadjuk. Zsebes voltál, mi? Hogyne, például. Mentél a folyosón, és lopkodtad el mindenkitől a büfépénzeket. És mondták, hogy ott jön Markó Rebeka. Vigyázzatok a büfépénzekre. Egy fogpiszkáló kilógott a szádból. Volt egy ilyen benzinkutas napszemveged. Mm-hmm. Ilyen hosszú rocker hajad volt, idáig érő. Igen. És ilyen lyukacsos, szegecses mellénybe voltál, és akkor igen, ment, ez és... pont én vagyok, ennél a jobban pénzeket. Körül se ja, tudom volna írni az iskolás éveimet. Egy lovon. Ja, lovon igen, voltál igen, a suliba. Igen. Átszerkesztettem a krétába a jegyeket egyesről hármassal, a tanárnőmnek nem tűnt fel már 2 éve. Na jó, azt elmondom, hogy naplóban mi is nyúltunk mi be. Mi is nyúltunk be. De szerintem a tanárok tudják jól. Hát miért hagyná ott a naplót? Hát csak tudja, mert még ilyen nyilvánvaló, hogy a tollat is már jön. Épp hogy nem hagy egy cetlit, hogy használd. Ott kell kinyitni. Használd felelősségteljesen. Igen.
ne karikázz be túl sok hiányzást, kész. Egyébként szerintem egy tínézserek adott, hogyha bankot rabolnál, az se lenne olyan adrenalin löket, hogy a jegyeidet javítod át az iskolába. Egyszer véletlenül ráléptem a tyúk lábára, és ez ketté tört, nagyon sajnálom, mai napig nem akartam. Ez olyan fajta bevallásot, ami könyörgöm, oldozzatok fel, a tyúktól nem tudok bocsánatot kérni. Szegény. Ő nem fog megbocsájtani, mondjátok azt. És mit csinált vele? Mert, hogy mit csinált vele? Hát... Eltörte a lábát, úgy maradt. Hát... És törött lábbal élte megszámlált napjait. Hát igen, nem lett belőle focista, de... Jaj, szegény. Tudom képzelni, hogy tényleg heteken át téged ez így megérint. Nem tudsz aludni, érzed, hát... hogy izzadsz, hogyha tyúkot látsz, hogy ki ne derüljön. Bántottam egy állatot. Csóró. De csóró, mit csinál egy tyúk egész nap? Nem meghalt, könyörgöm, ne legyünk már ilyen píszik. Rálépett a lábára, jó, egy kicsit így visszafele fordult a lába utána. Sántáltott, úgy kapirgál, de hogy alapvetően mi baja volt a tyúknak? Még mindig nem csináltak bele kaját. Hát lehet, hogy pont ez volt az oka, hogy de... Te gyilkos. Te azt hiszed, hogy itt feloldozunk? Megittam egy üveg viszkit, és azt mondtam anyunak, leesett a pószor, aztán nincs ott. Úristen. És ezt mind és ezt a konkrét elhiszi. Viszkívás után mondtad neki? Azt mondja, már ha ilyen, akkor... Kisfiam, mi lett a viszkivel? Mivel? Viszkivel? A polcról... Ott volt, ugye? Mert ott volt a polcon, volt, leesett a polcról. És mi nem tört össze? Kemények ezek az üvegek, kemények ezek az üvegek, kemények! Igen, igen, valószínű. Befostam a kocsiba, azt nézték az emberek, hogyan sírok és fogom a seggemet. Szeretitek az ilyet bevallani. Biztos. Ez nektek ilyen izétek szerintem, ilyen titkos vágyatok, hogy bárcsak valakinek. Alig várom, hogy elmeséljem. Ez jó. Ez jó, figyelj! Alapvetően kínos, de ez egy olyan sztori, ami egyszer legalább történjen. Nyilván inkább veled fiatalkor. Veled megtörtént már? Sajnos még nem. Reméljük, hogy elérünk egyszer oda is. Nagyon jó lesz. Mert utólag ezt jó mesélni. Nyilván nem jó, hogyha éppen randira mész, vagy hasonlók, de hogyha fiatal vagy, és ez megtörténik Balatonon lefelé, mert anyád olyan fasírtos szendvicset kent, hogy egyből rád jött a szapora, ott szerintem nyugodtan belefér az ilyesmi. Azt mondod, hogy na, majd lent egy lángosra elnyomtatom, és kész. Elnyomtatod? Kisebb voltam, véletlen loptam egy rágót az Aldiból. Loptál már kiskorodba? Cukorkát, rágót, semmi? Nem, nekem a lopás az teljesen kimaradt. Hát nekem nem. Én nekem nem, óvodából is loptam másoknak a Yu-Gi-Oh kártyáját, meg ilyeneket. Micsoda? Exodia darabjait nem lehet csak, hogy Szent Györgyön éltünk. Micsoda? Nem lehet csak úgy összerakni Exodia darabjait. Most tudja valaki, miről beszélek? Érződik, hogy utolsó rész, mert valamelyest őszintébbek vagytok szerintem. Kiskoromban a húgommal tanultam csókolózni. Nem. Tökéletes. Nem. Ahogy kell. Úristen. Ahogy kell. Nem. Milyen ő? Tesók vagytok, nem jelent nem. Semmit. Isten, szóval nem tudom, ez hogy működik. Jézus. Rebeka, hogyan nem. Működik ez? Hát nem így. Nem így? Nem. Szájra puszi, hogy... Kicsit se. Nem. Milyen voltam? Nem. Nem. Hogy tanultál csókolózni? A tipikus narancsot kifele fordítod. Ne haragudj, ez a TikTok óta tipikus körülbelül. Nem igaz, volt egy film, még az én tínézser koromban, ahol a lányoknak úgy kellett tanulni csókolózni, hogy a narancsot kifordítod, és a fiúknak meg... Beraktad a banánhéjat a mikróban, mindegy! A haladó diákok mikróban felmelegíthetik a banánhéjat, de nem nagyon, mert lesz nagy sikoltozás. Te nem? Nem? Nem. Semmit? Nem. Hogy tanultál csókolózni? Sehogy. Hát de... Tehetséggel született a hölgy. Star is born. Csillag születik. Titokban szeretem a videóidat, de Fokicsopi Ádámnak nem mondtál. Yeah. Talán egy angoltáborra voltunk az akkori legjobb barátnőmmel, zárójában már nem az. Az én törölközőmmel letörölte a bepárásodott tükröt, aztán miután kiment a fürdőből, én a törölközét belemártottam a WC-be, és visszatettem száradni egy fél hétig azzal a törölközött, és nem szerzett tudomást róla. Nem egyenrangú visszavágás. Ezt remélem érzed. Miért egyenrangú kell legyen? Megsértettek téged. Okay. Azért, mert a törölköződdel törölték le a tükröt. Te belemártod a budiba, igen. És hagyod, hogy az arcát és mindenét azzal törölje utána. És ez nem egy otthoni budi, amit jobb esetben hetente többször takarítanak. Este korrekt. Ez egy tábori budi.
egy tábori budi. Barátnővel elloptuk a piát a szekrényből, és mikor megtalálták a szobámon, azt mondtam, a kutya volt. És azt szerinted ki hiszi el? Júj. Ki hiszi el? Buksi ráment a piára, érted? Tehát ez nem így működik. Buksi a házidat összetépheti. Igen, de a piádat azt nem iszta meg, ez nem ilyen. Csináltam ott. Úristen! Talán ez a legdurvább. Ez a legdurvább eddig. De ezt nem vágom, mert ez annyira nem családbarát, hogy... Nem... Tényleg? Nem erőszel ez a sorozat. Az osztálytársam felgyújtotta a másik osztálytársam haját, és pont akkor jött be az igazgató. Az ilyen, amikor hátulról egy kicsit adsz neki egy ilyen kis... Az a baj, hogy gyerekkorodban nem tudod, hogy a haj az nagyon gyorsan ég, és konkrétan így felfut, és nincs hajad. Kész. Úgy képzeld el, ezt szerintem még neked sem mondtam, még bőven nagyon alsósok voltunk, ilyen harmadik max, igen, második, és egymással szembe volt az A meg a B osztály, és az A osztályba járt az egyik legjobb barátnőm, akit te is ismersz egyébként. Igen. Most én nem tudom, hogy pattása volt már a fiú, vagy mögötte ült, vagy valami. Igen. De vagy egy rendes ceruzát, vagy egy rotringot berakott a padra, mielőtt leült, és beletört a kibaszott seggébe. Az egész hátra levő napot kórházba töltötte, mert tetanuszt kellett kapnia, meg minden szó. Alsóban belefostam a pisszoárba, és az egyik osztálytársamra fogtam, aki másnap maga viselt levonást kapott, és ő takarította ki. Csóró! Jó! De ott már tudod előtte, hogy ezt biztos, hogy nem vállalom magamra, vagy amikor kiderül, hogy ez történt, akkor bejön az igazgató, és azt mondja, hogy most azonnal vallja be, hogy ki volt, te meg felállsz, és azt mondod, hogy Géza, hát ez mindennapos, és konkrétan nem értjük, hogy miért jön a szapot. Csóró Géza meg... Miért tetted egyébként? Nem tudom, hogy... Általában, ahol piszoár van, ott WC is van, nem? Vannak ilyen emberek. Mert hogy... Tínézsereket akartam, de biztos felnőttek között is vannak. Mert hogy nálunk a nem én voltam, esküszöm, nem azért csúszott el a hangom. A tornateremben ugyanígy volt a suliba ilyen, hogy valaki egyszer belegittelt a piszoárba. Lefeküdtem. Terhes lettem. Még mindig azt hiszi, hogy az ő gyereke. Most ez a neki mélyetek, ezt mindenki komolyan vette ezek szerint. Most ezt sem vághatom-e valószínűleg. De ezeket akkor hogy osszam meg velük, hogy basszus, miket írnak? Mikor próbálok családbarát lenni, de azért megvan az a réteg, aki szakadna az ilyenekem. Meg egy picit elbotránkozna, hogy mik vannak, te jó ég. Ez nagyon durva. Családi titkok. Családi titkok gyanújának árnyékában konkrétan. Egyszer volt egy aranyhalam, és tél volt, azt hittem fázik, és meg még rosszam, hát nem érte túl. Gyerekként annyira naivak az... Olyan hülye logikánk van, amikor kicsik, igen, vagyunk. Megmikrozod, és látod, hogy hát melegnek meleg, szóval a terv egyik része az sikerült, de hogy így mondjuk kicsit... Hát ez nem szegény, a legjobb ötleted volt, azt hiszem. Hal. Felajánlottam az egyik tanáromnak, hogy ha jobb jegyet ad, akkor lefekszem vele. Hát nem adott. Ott, amikor besül ez a terv, igen, ott azért érzed, hogy ebből intő is lesz, le is vannak a magaviselőből, ki is ugnak az iskolából, el is hurcolnak. Az nem volt egy jó ötlet. Ott lehet, hogy beiratnak a szüleid katonai suliba. Mondjuk 50-50 százalékod volt, tehát jó, nem 50-50, de értitek, hogy mit mondok. Egyszer anyukám volt párjával feküdtelen, és össze is az anyám nem is tud semmire. Nem hiszem el, akkor egy ilyet bevágok. De a többi, amit kisípoltam, az sokkal-sokkal durvább volt ennél. Egyszer egy hónapja a legjobb barátom exével lefeküdtem, és most se tud róla. Sok ilyen van egyébként. Beszartam a templomba véletlenül. A templom miért dob rajta annyit amúgy? Na, egy rássa végére. Cigizek, anyukám nem tudja. Ne cigarettázz. Zánka Erzsébet táborra voltunk az osztálytársammal, és volt ott egy diszkóféleség, ahol valaki lekapta a barátnőmet, de a barátnőm be volt állva, és azóta se tudja a barátnőm, hogy lekapták, az mi, amikor kiesik az egész este. Szerelmes voltam egy fiúba, és most később kiderült, hogy a mostoha tesóm lesz. Ajjajajajaj, az durva. Elmentem itthonról, de mindenki úgy tudja, hogy a barátnőmmel sétáltam, pedig egy fiúval pont. Nagyon szép. Elmentem kocsikázni, ezt írta. Egyszer véletlenül átugtunk a labdát a szomszédba, kertes ház, és kiukasztotta a szomszéd. Ez nem titok, szedjétek össze magatokat. Kiukasztotta a labdát, mi azzal bosszultuk meg, hogy átdobtuk az égő fákját a kertjébe. De mégiscsak titok. Hülye vagy? Ez hogy nem játék. Fel mindent. Jézusom! Mindjárt felmérő puskáztam, nem kaptak el, szüleim nem is sejtenek semmit. Ügyes vagy. A polcon levő családi képen véletlen lehánytam, az uncsim nem értem el vécére.
És hát szerintem ennyi lett volna, egyébként nagyon sokat írtatok, hát ezt én egy sikeres sorozatnak titulálom, 9 vagy 8 részt forgattunk, és nagyon szépen köszönjük nektek a őszinteséget és a titkaitokat, Rebekához is mentek ki részek, azt is csekkoljátok le hozzám is, de egyébként van a csatornámon egy lejátszási lista, ahol mindkettőnk videói ott vannak, és hát hamarosan majd biztos indul valami új sorozat. Nem tudjuk még, a podcastet mindenképp pótoljátok be, gyertek át a kettes csatornámra, és találkozunk a következő videóban. Én köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!